mit tegyek, hogyha sokalják, mit tegyek, ha drágálják az áramot a vendégek? Hát egész egyszerűen azt kell tudnotok, hogy két opció lehet, hogyha a te áradat drágálja valaki. Ez két okból eredhet. Az egyik az, hogy valaki azért mondja, hogy drága vagy, mert nem érti, hogy miért kerül annyiba a szolgáltatásod, terméke, teljesen mindegy, mint amennyi. És még egyszer mondom, ez a te hibád. Jó? Tehát, hogy ez bármennyire is most nem vagyok szimpatikus lehet sokaknak, ez az igazság. Lehet a kormányra köpködni, lehet a gazdaságra, a világgazdaságra, a vírusra, minden másra, most nyilván ez egy, ezt inkább hagyjuk is, de teljesen normál esetben, meg a versenytársakra, meg a drága alapanyagra, mindenre lehet köpködni, de nem ezen múlik. Ha a vevő nem érti, hogy mi a te árad, hogy miért kerül annyiba, az a te hibád, mert nem mutatod meg neki, nem bizonyítod be neki, hogy figyelj haver, ez ennyibe kerül, de várja már, ezért ezt kapod. És hogy tudod ezt bemutatni? Egész egyszerűen megmondom. Például, miért nem mutatsz neki korábbi munkákat? Miért nem mutatod be a referenciákat? Miért nem hozol elégedett ügyfeleket névvel, arccal, és tényleg odaírja, hogy ő mit tapasztalt nálad, miért szeret hozzád járni? Mutass nekik elismeréseket, okleveleket, szakképesítést, vizsgákat, mutass be a szalonodat. Miért nem csinálsz egy frankó kis videót a szalonodról? Mutass be a minőségi alapanyagokat, amivel dolgozol, ugye már, ha itt tartunk. Mutass nekik versenyeredményeket, a továbbképzéseket, ahova jársz. Tehát ezer dolog, amit be tudsz mutatni, hogy nézd, ez az áram, oké, de ezért ezt a minőséget kapod, és itt is, itt is, itt is, itt a bizonyíték, hogy elégedettek az ügyfelek vele, és hogy ez egyébként arányban van. Innentől kezdve ül a dolog. És eljutsz arra a pontra, hogy a vevőd már érti az árat, és nem ezért fogja sokalni, ezért már nem sokalja, hanem azt mondja, oké, megvan, ezt látom, értem. De lehet még innen a másik verzió, hogy mégis azt mondja, hogy ez neki drága, mégis azt mondja, hogy ez neki sok. Vagyis, hogy ő nem engedheti meg magának. Csak a helyzet az, hogy ez már nem a te gondod, hanem az övé. Jó, és hogy ne is akard ezt megoldani. És mondjak egy életszerű példát. Hogyha te bemész a Tamariz boltba, cipőboltba, és meglátod ott Álmai cipőjét, és 35 ezer forintba kerül, de neked csak 30 ezer forint van a zsebedben, mert éppen abban a hónapban csak annyit tudsz költeni ilyen célra, akkor elég valószínűtlennek érzem, hogy odamész az eladóhoz, és akkor elkezded neki mondani, hogy figyelj már, nekem most csak 30 ezer van erre, de hát valahogy pultaló számla nélkül, Tehát, hogy nem. Tehát nyilván nem fogod ezt csinálni. Az eladót pont nem fogja érdekelni, mert ez a te gondod, ha nincs rá elég pénzed. De azt tudod, hogy ez a cipő megér annyit, tisztában vagy vele, hogy ez a cipő annyiba kerül. Nem ez a kérdés, hogy drága vagy sem, az a kérdés, hogy van-e rá elég pénzed, de ez a te gondod. És ugyanígy gondolkozz a vendégeidről is, vagy a lehetséges ügyfeleidről. Hogyha az ügyfele tisztában van azzal, hogy miért ennyibe kerül a szolgáltatásod, amennyibe, de még sincs neki rá elég pénze, engedd el. Jó napot kívánok, ez a te gondod. Nem neked kell megoldani, és ne is akard megoldani. És erre is hoztam nektek egy képet. Szeretném, hogyha ezt is így elraknátok magatokba, sajnos csak angolul van meg. A lényeg az, hogy ugye van fölül egy Jaguarja, ami egy gyönyörű luxusautó elején díszeleg nyilvánvalóan, és alá van írva, hogy ez a vendégnek az elvárásait tükrözi. És hát van alatta egy roncsautó, a motoráztető meg bodrikutya, hát nyilván ez egy kicsit falusi kivitel, ez tükrözi gyakorlatilag a vendégnek a költség keretét. Szóval, hogyha a vendég elvárásai és az erre fordítható költség kerete, hogy úgy mondjuk nincsen szinkronba, az az ő baja, jó? Ezt ő oldja meg, és ne te akar megoldani.